Szerbusz Gábor, illetve szerbusztok! Egy gyors kis videóval szeretném bemutatni, hogy ezt a kis boxot hogyan lehet ide létrehozni. Mi be tudjuk illeszteni ide nektek kell, hogy létrehozzátok. A következőképpen néz ki a dolog. Annyi, hogy a Google keresőbe beírjátok azt, hogy Facebook Likebox. Rákerestek, és az első találat, természetesen be kell, hogy legyetek jelentkezve a Facebook fiókotokba, és igazából annyi a teendő, hogy itt kell beállítani. Van egy ilyen, hogy Facebook Page ID, és ezt alennek a Facebook ID-ját ide be kell állítani. A width, ugye az a szélesség, ugye nézni kell az, hogy ide mi fér el, azt kiszámoltam, az 238 pixelre kell, hogy ezt beállítsátok, és a connections pedig szerintem 8 főt kéne, ami azt jelenti, hogy körülbelül, pillanat mutatom, pillanat, tehát ugye körülbelül így fog kinézni, 4 egymás mellett, illetve a következő sorban megint 4, de lehet több, hogyha akarjátok, akkor lehet 3 sornyi arc, és akkor szépen kitölti ezt a részt, és akkor természetesen még az alá is lehet majd bannereket illeszteni, de ez rátok van bízva, hogyha akarjátok, akkor lehet 3 arc egymás mellett, stb. Stb. Azzal majd el lehet játszani. Ami viszont fontos, hogy megnéztem, hogy sajnos legalábbis én úgy értettem, úgy láttam, hogy alennek nem tudjátok ide beilleszteni ezt a Facebook page ID-ját, hanem ahhoz egy klubot kell létrehozni. Tehát ez az Györfi Allen klub, vagy valami ilyesmi, na és annak lehet a Facebook ID-ját, tehát ezt a Facebook page ID-ját ide beilleszteni, mert valamiért a Facebook nem engedi azt, hogy személynek legyen ott ez az ID-ja. Jó, hogyha ez megvan, akkor látjátok azt, hogy ugye a híreket vagy akarjátok, hogy megjelenjen az oldalon, vagy nem. Hogyha igen, akkor a show streamet bekattintjátok, hogyha nem, akkor pedig kikattintjátok, és akkor az így fog kinézni. Illetve azt, hogy a fejlécet akarjátok, hogy megjelenjen, ugye show header, hogyha igen, akkor így néz ki, hogyha viszont nem, akkor leszedi onnan azt, hogy, hogy találj meg minket a Facebookon. Hát ez már ízlés dolga. Hogyha beírjátok itt az ID-t, akkor pontosan látni fogjátok azt, hogy hogyan fog majd kinézni az oldalba beépítve az az adott likebox. Jó, remélem, hogy segítettem, úgyhogy akkor, hogyha létrehoztátok, akkor ugye get kód, megnyomjátok a végén, kaptok egy kódot, és ezt a kódot küldjétek át e-mailben, és akkor azt be fogjuk tudni illeszteni, és akkor egyből már akik érdeklődnek, azok be tudják majd jelölni alent. Jó, na akkor ennyi, és akkor hamarosan. Na ciao, sziasztok!